A férfi kosárlabda élvonalban szereplő NK Universitas Pécs férfi kosár csapatánál január végén edzőváltás történt. Az addig az U20-as csapatot irányító Csirke Ferenc vette át a felnőtt együttest. Hát mindenképp váratlan volt, de úgy érzem, hogy ez nem csak nekem volt váratlan, hanem nagyjából a klubnál, aki dolgozik, az mindenkinek váratlan volt. Nem csak az, hogy én veszem át a csapatot, hanem ott kezdődött az egész, hogy váratlan volt, hogy Tadic lemondott, ugye ez egyik napról a másikra, úgyhogy mindenképp engem is meglepett, amikor először hallottam erről, akkor azt azért sejtettem, hogy azt a hetet, amikor ez megtörtént, azt hiszem keddi napon, akkor azt a hetet, azt sejtettem, hogy majd nekem kell végigvinni. Ebben is maradtunk Rád Géber Lászlóval, hogy azt a hetet az Zalaegerszeg elleni mérkőzésig, azt akkor csináljuk meg, ez nagyon fontos mérkőzés, próbáljuk megnyerni, és akkor a következő napokon meg leülünk és átbeszéljük a jövőt. Egy edző pályafutása során nem ritka, hogy szerződése lejárta előtt elköszönnek tőle, de az is előfordulhat, hogy szezon közben kell átvenni egy csapatot, akár váratlanul is. Hasonló eset előfordult már a tréner PVSK-s időszaka alatt is. Abban különbözik a 2011-es PVSK szituációtól, hogy ott másodedző voltam a csapat mellett. Tehát én augusztus közepe óta ugye együtt voltam azokkal a srácokkal, tehát nagyjából tudtam, hogy nem csak játékosként, hanem emberileg is mire számítsak. Most megmondom őszintén, itt ugye az akadémiához ugye november 15-én csatlakoztam U20-as edzőként. Én nem voltam stábtag a felnőtt csapatnál, én segítettem a Berkis Bence munkáját az ellenfelek feltérképezésében, de edzéseken se kellett itt lennem, pár edzést láttam, de nem voltam a csapat közeli ember, tehát én nem is volt nekem olyan kontaktom a csapattal, mint mondjuk annak idején, tehát ebből a szempontból egy kicsivel ez nehezebb dolog volt. Hála Isten, hogy azért például a csapatkapitány Kovács Péterrel, ugye Kovács Petivel dolgoztam együtt, tehát amikor eljött ez a pillanat, hogy itt most esetleg nekem kéne továbbvinni a csapatot, akkor mindenképp azért vele beszéltem, és az a zalaegerszegi mérkőzés előtti pár nap viszont meggyőzött arról, hogy ez egy olyan csapat, akiket érdemes tovább edzeni, és érdemes velük tovább menni. A kapitány talán a csapat egyik legjobb védőjátékosa, de ha szükség van rá, akár a pontgyártást is magára vállalja, mint legutóbb a hazai bajnokin a Kecskemét ellen. Igazából ez már utánpótlásban kezdődött, ahol megkövetelték az egész pályásra a támadást, tehát ez gyakorlatilag gyerekkoromtól kezdve, egészen addig, amíg ide kerültem Pécsre, ez volt jellemző rám is, az ottani csapatunkra is, a kemény védekezés, és ezt hoztam magammal tovább, és nyilván ez az egyik erősségem volt, ezt az edzők is látták, felismerték, és ezt nyilván ki kellett használni, és megmondom, hogy ez bennem van, élvezem azt is. Én élvezem azt, hogyha egy jó védekezést tudok nyújtani, és látom azt, hogy az ellenfél legjobbjait nem engedem kosaradom, látom azt, hogy szenvednek a pályán ellenem, ez nyilván egy jó érzés, és tudom azt is, hogy ez mekkora energiát, lendületet ad az egész csapatnak, tehát ez egy olyan dolog a védekezés, amit a statisztika nem igazán mutat ki a fontosságát, de nyilván aki hozzáértő edzők, akár szurkol is ezt látják, hogy mennyire fontos. Péter a 15. szezonját tölti a férfi élvonalban, de nem emlékszik hasonló évre, mint az idei. A csapat jó formában van, ez pedig bizakodásra ad okot. Nagyon jó hangulat, ahogy ugye három győzelem után azért ez normális is, de én úgy gondolom, hogy pont fordítva igaz, hogy azért nyertünk háromszor, mert nagyon jó a hangulat a csapatban, úgyhogy egyben a csapat, nagyon várjuk a következő mérkőzéseket. Nyilván nekünk az alapcél az, hogy bemaradjunk az első osztályban, de nyilván evés közben jön meg az étvágy, és van esély arra, hogy bejussunk a rejátszásba, ez nagyon nagy dolog lenne, és én képesnek is érzem abszolút a csapatot arra, hogy ezt megcsináljuk, úgyhogy nyilván erre is készülünk, de a körmendelő meccsre még nem gondolunk. Most először a szolnoki, hétvégi szolnoki meccsre készülünk,
és utána Körmendre meccsre haladunk, nyilván igyekszünk megnyerni mindkét mérkőzést. Pont beszéltük a srácokkal is, ők is kérdezték tőlem, hogy emlékszem rá, de nem nagyon. Tehát ahol ennyire egybe volt az egész mezőny, erre nem nagyon emlékszem. Tehát azért jellemző volt, hogy voltak top csapatok, amik között volt egy szakadék és a középcsapatok között, de hogy ennyire egybe volt, erre nem. Az idén ez bajnokság különleges ilyen tekintetben. Csirke Ferenc vezetésével a csapatnak átalakult a támadójátéka. Hogy ez mire lesz elég, azt majd a következő néhány hét eldönti. Sokat változott, tehát pozitív irányba, pontosan ez, hogy kevésbé egyénekre épül a támadójátékunk, sokkal inkább a csapatjátékra, sokkal több taktika jelen van benne, és mindenkinél megfordul a labda, a támadásban ez nagyon sokat számít, ugye, hogy mindenki érezze, hogy részt vesz a játékban, úgyhogy sokat fejlődött a támadójátékunk, ez látszik a pontokban és az eredményekben is, úgyhogy én remélem, hogy ez a továbbiakban is így marad. A csapat fiatal játékosai tavaly még a másodosztályban lettek bajnokok. Idén az élvonalban azonban sokkal keményebb és rutinosabb ellenfelekkel szemben kell bizonyítaniuk. Mi osztjuk meg így a fiatal perceket, mi ketten. Mindenképpen erre készül az ember, nem tudom, több mint 10 éve kosarazok. Nyilván az ilyen pillanatokra vár az ember fiatalként, és ebben sok munka van, de nyilván fel kellett venni az első osztály ritmusát, szóval ez egy teljesen más kávéház, mint a másodosztály. És sokkal agresszívabb a védekezés, fizikálisabb a játék, gyorsabb a játék. Már az furcsa volt az elején, hogy az edzések hosszabbak voltak és fárasztóbbak, szóval már hozzá kellett szokni. És ez pár meccsben igazából bele is telt szerintem, szóval csak edzéssel nem lehet erre felkészülni. Hát én próbálok az elejétől kezdve úgy kimenni a ellenfelekkel szembe, hogy egyenlőek vagyunk, szóval mondjuk az első meccsünkön a Falkóval játszottunk, nyilván az ember nézte őket tévébe évek óta, meg rajtuk nőtt fel, de próbáltam úgy kimenni, hogy ne izguljam túl, már egyenlő ellenfelek vagyunk, és bármi megtörténhet a pályán. Labda kerek, szóval bárki nyerhet. És minden egyes meccsre úgy megyünk ki, hogy próbáljuk megnyerni, és nem izguljuk túl szerintem. A pécsiek számára a következő néhány mérkőzés lesz a legfontosabb az évben, hiszen az alapszakasz hajrája után a Magyar Kupa Final Four következik. Hát érződik a csapatod egyébként, hogy mindenki jobban fel van pörögve, és tényleg ez, hogy itt a reális esélye a playoffnak, ez mindenkit talán egy kicsit koncentráltabbá tesz, de nyilván eddig is keményen edzettünk, és próbáljuk most a maxot kihozni ebből a két meccsből, és lehetőleg mind a kettőt megnyerni. Kemény meccsekre számítunk, főleg itthon majd a Körmend ellen. Lehet, hogy az fog dönteni a két csapat sorsára, hogy kijut playoffba, meg kiesik ki, hogy azt kinyeri meg, szóval mindenképp most ebbe a két hétbe készülünk. A pécsiek egyik légiósa igazi főszerepet vállal a csapat sikereiben, hiszen majd 18 pontot és 11 lepattanót átlagol meccsenként. Az utóbbiban a bajnokság legeredményesebbének számít. A lepattanózást, akár csak a játék többi elemét folyamatosan tanultam, és egyre előrébb léptem ebben is. Mindig is atletikus játékos voltam, és így a játékom része volt. Az elmúlt néhány évben sok hangsúlyt fektettem a gyors indításokra és arra, hogy az emelkedésem is jó legyen. Igyekeztem folyamatosan fejlődni a játék minden elemében, de külön nem foglalkoztam a lepattanó szerzéssel. Amikor nincs jó napom, nem mennek be a dobások és eladom a labdákat, de akkor is mindent megteszek a csapatért és igyekszem a legtöbbet hozzátenni a meccshez. Természetesen nem foglalkozom a statisztikával, ha kell, elvállalom a dobásokat, de a győzelem a legfontosabb a csapat számára. Nem számít, hogy kiszerzi a pontokat, mindig a végeredmény számít. Nagyon sok az egyforma képességű csapat a bajnokságban, ráadásul sok együttesnek hullámzó a teljesítménye, ami miatt rendkívül szoros a középmezőny. A bajnokság középmezőnye nagyon kiegyensúlyozott, sok az egyforma erősségű csapat, és szinte bárki legyőzhet bárkit. Mi most jó sorozatban vagyunk, 3 mérkőzést nyertünk zsinórban, de még most is akár egy győzelem döntheti el, hogy ki jut a 8 közé, és ki marad a felsőházból ki. Azzal, hogy ilyen szoros a mezőny, nem csak a saját meccseink számítanak, figyelni kell a vetétársakra is. Természetesen hajtani fogunk a visszalévő meccseken, de az, hogy sikerül-e végül megvalósítani a terveinket, csak az utolsó fordulóban fog kiderülni.
Ha valaki jár az NK a Pécs meccseire, megfigyelheti a csapat légiósának különös rituáléját, amit minden meccs elején végig csinál. I don't know when it came, you know. That's just my thing. Nem tudom igazából, hogy mikor kezdtem el, de pályára lépéskor igyekszem teljesen kizárni a külvilágot. Ilyenkor összeszedem a gondolataimat, a játékra és magamra koncentrálok, végig gondolom, mit fogok csinálni a meccs közben, hogy a lehető legtöbbet hozzátegyek a csapatjátékához. Ilyenkor tényleg csak a saját gondolataim vannak, teljesen kizárok minden más. Idén közben átvett csapatnál nem egyszerű hirtelen változtatni a szakmai dolgokon, de talán nem is szükséges, ha amúgy az alapok megvannak. Hát ott hirtelen az első két hétben a válogatott szünetig ott nem nagyon nyúltam bele semmibe, nem is lett volna időnk, ugye ott hirtelen két hét alatt jött három mérkőzés. A válogatott szünetben egy kicsit azért belenyúltam, főleg a támadójátékban. Én azt érzem, hogy ez a csapat a védekezése az rendben volt eddig is. A támadás oldalon voltak esetleg olyan dolgok, hogy túl inkább ilyen egyéniskörűnek hívom a játékot, és ezen próbáltam egy kicsit változtatni. Ugye jobban megismertem a játékosokat, próbáltam egy kicsit a támadójátékba úgy változtatni, hogy egy-két játékosra építettünk játékot, hogy mik az erősségei, mik a gyengeségei. De igazából ugye ez a mostani csapat, ez azt tudom mondani, ez nem az én csapatom, ez ugye az éveleje óta ugye a Tadiccsal edzettek januárig, próbálom formálni őket, ugye most még két hónap van a bajnokságból, de hogyha nem csak ezt a szűk időszakot nézem, akkor ez ugyanúgy ebben a csapatban még az Ivica Magrenszkinek a munkája is látszik, aki ugye az elmúlt 4-5 évben itt a magyarokkal foglalkozott, és aki feljutotta ezt a csapatot, úgyhogy ez egy ilyen komplett idézőjelben team munka, és mindenki megpróbálja hozzátenni a magáét, és lépegetni előre. Az idei évben elképesztő körbeverések voltak a bajnokságban, ezért két fordulóval a vége előtt, amikor meglátogattuk a csapatot, még számolgatni sem volt érdemes, hogy ki juthat a felsőházba. Hát nekem a tavalyi szezonom után engem most már semmi nem tud meglepni, ugyanis ugye tavaly a Pakssal 14 győzelmünk volt, és 14 győzelemmel 9-ek lettünk, úgyhogy az elmúlt 20 évben mindig elég volt 13 győzelem is a playoffhoz, úgyhogy idén akinek 14 győzelme lesz, az valószínű harmadik lesz, úgyhogy engem ez annyira nem lep meg, hogy itt most sűrű a mezőny, ugye minden mérkőzés élethalál itt az utolsó két fordulóban, azt azért mi ezzel az elmúlt három fordulóban aratott győzelmünkkel elértük, hogy matematikailag is a körmen meccsünk az kikimeccs, tehát hogyha a körmen mérkőzést megnyerjük, akkor biztos, hogy play-off-ban vagyunk, de ugye közben még lesz egy Szolnok meccs, amit szintén szeretnénk megnyerni, mert hogyha mondjuk mind a kettőt meg tudnánk nyerni, akkor lehet, hogy nem is a 8. helyen tudnánk becsúszni a play-off-ba, és ott azért az nagyobb reményeket is adhatna esetleg a későbbiekre, mint hogy mondjuk egy Falkóval kéne játszanunk. Akárhogy is alakul az alapszakasz, a kupában 4 közé jutott a csapat, még Goran Tadiccsal. Így a budapesti 4-es döntőn ott lesz a gárda. Ez a csapat ugye még januárban kiharcolta a Final Four-t egy idegenbeli bravúros győzelemmel Zalaegerszegen, tehát én azt mondom, hogy mindenképp 100%-kal fogunk neki menni a kupának, szeretnénk érmet nyerni. Ugye, hogyha kupán valaki érmet nyer, az azt jelenti, hogy már két mérkőzést nyert, úgyhogy az mindenképp rászolgál arra az éremre. Úgyhogy semmiképp. Hát nagyon remélem, hogy jól fog elsülni ez az alapszakasz vége. Ugye az a hangulat, az a befejezés, az rá tudja nyomni a bélyegét esetleg a következő heti kupadöntőre. De mondom még egyszer, rendes felkészülés lesz, ugye a Szolnokra fel tudunk készülni, mert azt ismerjük az első ellenfelünket, és akár a most szombati bajnoki mérkőzés tapasztalatát átvisszük, és akkor igaz, ezt a Szolnok is meg fogja tenni, és játszunk velük, remélem, majd egy jó mérkőzést. Szolnokon az utolsó előtti fordulóban 68-64 arányú vereséget szenvedett a csapat, de így is a 7. helyen áll az utolsó kör előtt. A zárófelvonásra március 30-án szombaton 18 órakor kerül sor, amikor a körmendet fogadja a Pécs. Ha győznek Csirke Ferencék, akkor biztosan a legjobb 8 között folytathatják.
A hétvégén került megrendezésre a PTK-TTK atlétikai pályáján a második egyetemi amerikai futballkupa nap. A hazai csapat mellett 4 egyetem hallgatói érkeztek a megmérettetésre. Magyarországon a felnőtt bajnokságok alapjai vannak, vagy városai alapul véve. Azokban a városokban, ahol vannak nagyobb egyetemek, azoknak a városainak a vezetői lettek első körbe megkeresve, majd ezek a felnőtt csapatok kooperáltak azokkal az egyetemekkel, akik most ezen a kupanapon elindultak. Jelen pillanatban a miskolciak, a szegediek, a győriek, mi és a debreceniek vannak. A célja igazából az, hogy egyetemi kereteken belül bevigyük ugye az egyetemi és főiskolai sportok közé ezt az egészet, és jövőre akár már az egyetemek saját maguk a csapatok segítségével szervezhessenek kupasorozatot vagy kupanapokat. A jelen pillanatban a lebonyolítás az pedig kupanap szintű, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy napon, hét a hét ellen, különböző speciális szabályok mellett mérkőznek meg az egyetemi csapatok egy rájátszás rendszer, egy alapszakaszi rendszerben, sorsolás alapján, és majd később az ebből kialakult sorrend alapján fognak elődöntőt, majd döntőt játszani. Az ötlet, hogy Magyarországon is próbálják megvalósítani az egyetemek közötti amerikai futballbajnokságot, Győrből származik. Hát ez az egész gyakorlatilag az én fejemből pattant ki, megirigyeltem azt, ami Amerikában működik, elindult nálunk ugye ez az amerikai foci jó pár évvel ezelőtt. Jelenleg ez az egyetemi történet, ez Ausztriában, tehát nem is oly távol tőlünk, nagyon-nagyon jól működik. Ők, ha jól tudom, a 6. évben vannak, és elérték, hogy 5-6 ezer ember van kint egy-egy mérkőzésen, úgyhogy nagyon-nagyon rá tudtak pörögni erre a dologra, és gyakorlatilag ezen a minta alapján elindultunk mi is, és megpróbáltuk megszervezni saját kis egyetemi bajnokságot. Mint minden kezdet, ez is természetesen nehéz volt, de egy kis egyetemi segítséggel és néhány megszállott emberrel tavaly megrendezték az első kupanapot. Hát nem volt egyértelmű ez az egész. Indulásnál kaptunk egy kis hátszelet a Győri Egyetemtől, megengedték, hogy az ő saját rendszerükbe kihirdessük, hogy szeretnénk csinálni egy amerikai foci csapatot az egyetemen. Ők ebben nagyon támogatóak voltak, és ezáltal meg tudtuk hirdetni. Az első reakcióra több mint 30 játékos jelentkezett, ezzel tudtunk elkezdeni nagyjából kooperálni, és amikor már láttam, hogy ez nálunk működik, akkor nagyjából próbáltam a jelenlegi csapatoknál elejteni a morzsát, ahol tudtam, hogy akár lehet ilyen közös koprodukció az egyetemmel, és ahol vannak külföldi vidéki egyetemi városok. Úgyhogy így nagyjából így indult az egész. Nálunk Győrben a nehézséget leginkább a pálya probléma okozza. Tehát idén már sajnos az egyetemnek sincsen nagy méretű fűves focipályája, ezért egy kézilabda méretű műfűves pályát kapunk az egyetemtől heti 2 alkalommal, amit tudunk használni. Ezen kívül az agglomerációban van nekünk egy saját pályánk, amit használunk, és akkor ennek az egyvelegét próbáljuk összerakni. És az egyetemen toborzott játékosokkal indulunk a felnőtt bajnokságban is, úgyhogy nagyjából nálunk jelenleg így néz ki ez a helyzet. Ugyanaz amerikai foci nagyon népszerű Magyarországon. A gyerekek között toborozni és megtartani őket nem egyszerű. Az egyetemen szerintem ez könnyű, mert az egyetemisták nagyjából képbe vannak, és ők szeretnék ezt az egyetemi feelinget megkapni. Ezért is tudják például a pompomlányok és az amerikai focisok nagyon jól kiegészíteni egymást, és gyakorlatilag tolják egymást maguk előtt. Úgyhogy az egyetemistákat nagyon könnyű megfogni szerintem. A kisebb korosztályban az általános iskolásokat is szintén nagyon könnyű megfogni, hiszen őnekik ez egy óriási nagy dolog, sisak és válvédő, azonnal átmennek egy ilyen mini terminátorba. És itt jön a nagy probléma, hogy általában mindig a szülő az, aki gátat szab ennek, hiszen az ő meglátása az, hogy már az első alkalommal a gyermekét a mentő fogja elvinni, és hasonló. Nálunk az U15-ös csapat, elmondhatom, hogy tavaly bajnok lett, úgyhogy ennek nagyon örülünk, de nálunk például a sérülések többsége az abból adódik, hogy veszem fel a telefont, és jelzi a szülő, hogy mondjuk testnevelés órán elesett a gyerek, mit tudom, ilyen rollerezés közben beleállt a hasába a kormány. Tehát én azt gondolom, hogy maga az amerikai foci nem annyira veszélyes, mint amennyire ez el van róla hitetve. Valóban van egy veszélyességi faktor, de azt gondolom, hogy ez egy jó képzéssel teljesen elhanyagolható, és ezáltal nem is annyira veszélyes, mint amennyire az emberek ezt gondolják. Magyarországon még nem tartott a sportág, hogy kisgyerekként a kertben tojáslabdát dobál valaki. De vannak azok a sportágak, ahonnan könnyebb áttérni az amerikai futballra. Én alapvetően nagyon kiskoromban focival kezdtem, aztán sokáig 8 évig kosaraztam versenyszerűen,
Az amerikai focit nagyjából 2021 elején kezdtem el, már régebb óta követem, de akkor hagytam abba a kosarat, és úgy döntöttem, hogy ki szeretném próbálni magam, úgyhogy lejöttem edzésre 2021 elején, aztán azóta itt ragadtam. Én alapvetően úgy jöttem, hogy elkapó szeretnék lenni, mert azt éreztem magam, hogy azért viszonylag gyors vagyok, nagyon tudok ugrani, és első naptól fogva elkapóként számítottak rám, és hát egészen 3 héttel ezelőttig elkapó is voltam, amíg sajnos az irányító megsérült, úgyhogy most szükségszerűen rám szállt az irányító szerep, azóta irányítót játszok, de alapvetően elkapó vagyok. A Pécs Legionárs alapvetően nem egyetemi csapat, de sok játékosuk van a PTR-ről, így erre a kupára is próbálták a lehető legjobb csapatot összerakni. Alapvetően az egyetemi játékosok most kicsit neccesen lettünk meg, de szerintem így, mint ez a fiatalabb közösség, ezért jól ismerjük egymást és jól együtt tudunk működni. Tavalyhoz képest azért viszonylag nagy mennyiségben kicserélődött a játékos állomány, de ezt nekem tetszik, a játékosaink vannak most. Idén ilyen nem volt, alapvetően úgy nézünk, hogy hétfőn és szerda esténként edzünk, általában szerdára tud összeállni a nagy csapat, akkor jönnek ide többen Pécsre, így inkább az egyetemit azt hétfőnként gyakoroljuk, illetve most elindul péntekenként egy ilyen flag foci edzésünk is, ami az amerikai focinak egy kontaktmentes változata. Mivel Magyarországon nem jellemző, hogy első sportágnak választják az amerikai focit, nagyon sokan csak idősebb korban kerülnek a tojáslabda közelébe. Igen, én más sportágból kerültem le ide a csapathoz, vagy a Debrecenbe. Én előtte 7 évig kézilabdáztam, szintúgy Debrecenben, viszont kinőttük a szakosztályt, és akkor még nem volt így kiépülve, hogy hova lehetne menni, tehát a következő lépcsőfok az még nem volt megadva. És hát gondolkoztam, kellett a labda, ugye nekem kellett a csapat, és hát a keménység se állt tőlem annyira messze. És az egyik ismerősöm, aki ott játszott, lehívott egy edzésre, és hát így ott ragadtam, és azóta 7 éve erősítem a debreceni gárdát. Tavaly nem voltam, ugye még tavaly nem voltam egyetemista, ez az első. Szerintem kifejezetten jól van megszervezve, profi a hozzáállása a csapatoknak, én úgy veszem észre, tehát semmilyen úgymond előnyt nem adjunk a másiknak, ugyanúgy belemennek az ütközésbe, ugyanúgy keménység van, szóval mindenféleképpen egy fejlődési lehetőség, akár a kezdőjátékosoknak, vagy a régieknek is. A hetes foci szabályaival is megismerkedhettünk. Nem rossz, maga a rendezvény pedig szerintem profi, szóval mindenféleképpen örülök, hogy itt vagyok. Hiába az egyik legnézettebb sportesemény a Super Bowl Magyarországon, még nem jutott el odáig a sportág, hogy ki is próbálják azt sokan a fiatalok közül. Hát Magyarországon ez azért nehéz. Teljesen más a mentalitás, teljesen más az a befogadó réteg, akár az egyetemeken is, legyen szó egy kisebb, nagyobb egyetemről, akivel tudunk dolgozni. A mentalitás alatt azt értem, hogy ugye Amerikában azért első sportként van jelen. Ez sajnos itt Magyarországon szerintem jelen pillanatban és a közeljövőben ezt nem nagyon lehet elérni, így mindig nehéz lesz bevonzani új játékosokat. Igen, az egyetemről leginkább külföldiek jönnek hozzánk, természetesen vannak magyar játékosok is, akik kipróbálják a sportot, de megtartani őket szintúgy nehéz. Nincs azzal semmi gond, ha rájönnek, hogy ez nem jön be nekik, csak maga ez az arány, hogy akit meg tudunk tartani, és akit nem, az még mindig egy kicsit el van borulva. Szóval mindenféleképpen nehéz, de igyekszünk ugye toborozni, igyekszünk minél több játékost befogadni az egyetemről, és minél jobban elérni egyszer majd az amerikai szintet. Az Egyesült Államokban az egyetemi bajnokság nagyon magas színvonalú, szinte mindig több tízezer néző előtt játsszák a mérkőzéseket. Ugyan nálunk még nem tart itt a sportág, de az irány jó. Hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, és a Covid után nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a fiatalokat újra magunkhoz tudjuk vonzani. Nehezek voltak a toborzások, nehezen indult újra az élet, és hát ezt most baromi jó látni, hogy ennyi csapat, ennyi fiatal, ennyi egyetemista itt van, és játssza a sportágat. És szerintem egy nagyon jó alap, és egy nagyon jó ugródeszka, hogy a legfelsőbb osztályba is eljussanak innen játékosok, úgyhogy szerintem nagyon jó úton járunk ezzel, hogy fölzárkózzon tényleg a legfelsőbb osztályhoz ez az egyetemi amerikai foci.
A magyar helyzetet nem szabad az Észak-Amerikai Ligához hasonlítani, de Európában oda lehet érni a legjobbak közé. Hát a válogatottunk az megnyerte a B csoportot, és feljutott az A csoportba. Ott olyan középmezőnyösök vagyunk, úgyhogy egy elég jó utat jártunk be a válogatottal is, egy nehéz indulással, de évek alatt azért sikerült úgy felépíteni, hogy a B csoportot meg tudtuk nyerni, és most a legjobbak között küzdünk. Hát az egyik legjobb talán Ausztria, akitől sokat tanulunk, sok csapatunk megy ki, és játszik Ausztriába is, és illetve nagyon jó a kapcsolat is a két szövetség között. Próbáljuk építeni ezt is. Most mindenképp újra kell egy kicsit rendeződnünk, és nagy hangsúlyt fektetni a toborzásra, a fiatalokra. Sajnos itt a Covid alatt volt egy kieső időszak, amikor az utánpótlás bázisunk is csökkent egy kicsit, úgyhogy ezt kell újraépítenünk, talán ez a legfontosabb. Az, hogy hogy alakul a jövő, nem tudni, de egy esetleges hosszú távú együttműködésből az egyetemmel minden résztvevő csak jól jöhet ki. Én azt gondolom, hogy Pécsen amit profitálhat, az nyilván az egy olyan dolog, amiben a külföldi, úgymond vendég, diákok be tudnak csatlakozni, esetleg tudják folytatni a saját sportjukat, tehát egy extra 37. talán a rangsorban ez a sport, amit a PTA is behozott a berkeibe. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy extra sportot, vagy egy extra sportolási és rendezvény lehetőséget tud profitálni Pécs. A kupát végül a Győri Egyetem nyerte meg, a dobogó második fokára a szegedi, a harmadikra pedig a pécsi együttes állhatott fel. Ha valakinek megtetszett a sportág és szívesen kipróbálná, keresse meg a csapatot valamilyen social media felületen, szeretettel várnak mindenkit.